Imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk téged, hálát adunk ezért az együttlétért, hálát adunk, Urunk, hogy te kijelentetted magad számunkra, és ezáltal megismerhetünk téged. Uram, kérünk, hogy te add, hogy egyre jobban megismerjünk, és egyre inkább megtanuljunk rád hagyatkozni, bízni benned. Ezért kérünk, hogy te erősíts és adj bizonyosságot ma a te ígéd felől is, hogy tudjuk, hogy mindazt, amit hiszünk, annak van igazság alapja, és nem egy légből kapott valami. Add, hogy meggyőződhessünk a felől, hogy mi a te ígéd, és hogy miért méltó a te ígéd arra, hogy építsünk rá, hogy ragaszkodjunk hozzá, hogy kitartsunk mellette, minden körülmények között, minden ellenségeskedéssel szemben is. Ezért kérünk, hogy te áld meg a mostani alkalmat, áld meg együttlétünket, Urunk, hogy ebben tudjunk megerősödni, a te ígédnek a tévedhetetlenségében. Kérünk, add, hogy megérthessük ezt a nagyon fontos igazságot, hogy szilárd alapon állhassunk, és ne tudjanak kiingatni bennünket erről az alapról. Uram, te látod, hogy milyen sokféle veszély leselkedik ránk, milyen sokféle módon próbál a kísértő eltántorítani. Te látod, ami esendő gyarló mi voltunkat is, hogy hajlamosak vagyunk eltévejedni. Ezért kérünk, hogy te vértesz fel, Uram, a lélek kardjával, hogy megtanuljuk azt helyesen használni, helyesen hadakozni, hogy visszaverjük az ellenségnek minden támadásait. Ezért kérünk, hogy te add meg most figyelmünket, te nyisd meg a mi értelmünket és szívünket, hogy megérthessük mindazt, amit közölni kíván számunkra a te ígédről. Kérlek, könyörülj én rajtam is, hogy érthetően tudjam továbbítani ezeket az igazságokat a testvéreknek. Te nevedért kérünk, légy velünk, és munkálkodj hatalmasan közöttünk a te dicsőségedre, Krisztusért. Amen. Amen. Kezdetben egy rövid igeverset olvasnék a János evangélium a 17. fejezetének a 17. versét. Az Úr Jézus mondja, főpap imájában az atyát kéri, szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd igazság. A te igéd igazság. Kedveseim, ez a negyedik alkalom, amikor a rendszeres teológia keretén belül a biblicitásról, vagy a szentírásról, Isten különleges kijelentéséről beszélünk. Nagyon fontos ezt megértenünk, mert minden bűnnek a gyökere Isten ígének az áthágása. Isten ígének a semmibe vétele, amikor felületesen kezeljük Isten kijelentett akaratát. Így jött be a bűn a világba, és így terjed azóta is minden bűn, hogy nem tulajdonítunk elég fontosságot Isten ígének. Hogy nem érdekel igazából az, hogy mi az Isten kijelentett akarata egy bizonyos témában, mert hogy megvan a mi akaratunk is. Megvan a mi elképzelésünk, vagy megvannak az érdekeink azon a téren. Ugye mind a Bírák könyvében. Mindenki azt cselekedte, amit ő jónak látott. Ahogyan ő látta jónak. Nem azt, hogy Isten mit mondott, mit jelentett ki, hogy mi a jó, hanem ahogy ki jónak látta. Bár Isten gyermekei vagyunk, többnyire is hitvalló keresztények, akiket Krisztus drága vérén megvásárolt, mégis sokszor többet nyomnak a latba a saját kefteléseink, vágyaink, vagy éppen a világ diktálta menet, divat, mint az, hogy Isten mit jelentett ki számunkra az ígében. Mi az ő akarata? Mi az ő véleménye? A mi szerető atyánk véleménye? Bizonyára tudjátok, Sándor is utalt rá, hogy a múlt héten volt Miskolcon egy konferenciánk, ahol az a nagyon kedves bácsi Ian Hamilton, skót lelkész és teológiai professzor tartott előadásokat nekünk a skót egyház történelméről, alakulásáról, a benne történt szakadásokról és liberálisá válásáról, megromlásáról. Tehát az az egyház, amely nagyon sok áldott életű tanítót adott egykor az egyház
vannak a történelem folyamán olyanok, mint Thomas Chalmers, vagy Samuel Rutherford, vagy Robert Murray McChain, és hogy egy kortársat is, kortárs teológust is említsek, akit lehet, hogy többen olvastatok könyveit, Sinclair Ferguson, meg nyilván sokan mások, akik azzal dicsekedtek, ugye, hogy a Westminster zsinaton a skót zsinati egyházatják voltak azok, akik nagy hatással voltak erre a zsinatra, a hitvallás vagy a kátéknak a megírásában. Mégis az egyház jelenleg olyan állapotban van, olyan állapotok uralkodnak benne, ma már skót nemzeti egyházban is összeadják a homoszexuálisokat, és számtalan más ige ellenes dolgot fogadtak el, gyakorolnak. Tehát nagyon mélyre kerültek. És miért? Mert nem ragaszkodtak teljességgel az ígéhez. Bizonyos szinten igen, de nem teljességgel. Mert nem értették meg ennek a fontosságát. Mert nem az íge jelentette számukra végső autoritást, hanem a pragmatizmus. Amit ők úgy gondoltak, hogy ez működőképes, vagy éppen a divatos filozófiák határoztak. És mindig csak egy kicsit tértek el. Ugye ez általában így történik. Egy kicsit engedünk. Bejön valami tévtanítás, de hát nem szólunk, mert hát az egy olyan drága áldott ember, híresség. Ugye, hogy mondjuk mi meg neki, hogy ez nem helyes, amit képviselsz. És így engedték, hogy egyre távolabb kerüljenek Isten igéjétől. Mert tolerálva volt az igétől való eltávolodás. És észre se vették, hogy hova kerültek. És ma már nincsen erről visszatérni. És egy ilyen egyház nem tudja már betölteni a hivatását ebbe a világba, amire Isten rendelte, hogy só és világosság legyen az elvetemedett világba. És ezért előbb-utóbb az ilyen egyház megszűnik létezni. És ahhoz, hogy mi ne kerüljünk ide, ne kerüljünk ilyen állapotba, hogy ne tudjuk többé betölteni az Istentől való hivatásunkat, úgy, mint egyház, sem úgy, mint egyének, mint személy szerinti hívő emberek, ezért nagyon fontos megismernünk a Szentírást. Isten különleges kijelentésének a természetét, annak a fontosságát, és ragaszkodnunk ehhez. Ez is célja ennek a bibliaiskolának. Fontos, hogy ezek az igazságok személyes meggyőződésünké váljanak. És igen, lehet a meggyőződésünk változhat jó irányba. Hogyha valamiben Isten ígye rámutat, és felismerjük, hogy ebben nem álltunk helyt eléggé. Helyet adtunk bizonyos kompromisszumoknak, akkor abból meg kell térnünk. Meg kell elősödnünk. Sokféle ellenszélnek vagyunk kitéve, de ezeket le kell győznünk. És győzni csak azt tud, aki harcol. Aki feladja a harcot, aki engedi magát vitetni a világ szeleitől, az soha nem fog tudni megállni, helytállni. Fontos tehát, hogy ne csak elméletileg tudjuk az igazságot, hanem legyen a szívbeli meggyőződésünk, és mindazt, amit teszünk, amit képviselünk, a szívből tegyük. Ne csupán azért, mert valaki ezt mondta nekünk, ne csupán azért, mert ezt mondja a hitvallás, hogy ezt tanítja a mi egyházunk, és akkor mi is ezt mondjuk, hanem próbáljuk megérteni a dolgokat, és legyen szívbeli meggyőződés, hogy amit teszünk, azt valójában szívből jövő legyen. Ugyanakkor vigyázunk a felfúvalkodás bűnére. Nehogy azt gondoljuk, hogy csak mi tudjuk az igazságot. Soha ne bízzuk el magunkat, azt mondja Isten ígé, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Nehogy azt gondoljuk, hogy ha mi tudjuk ezeket az igazságokat, akkor bennünket már nem fenyegethet semmiféle tévejgés. Mert mi tudjuk, sőt, éppen erre vadászik a sátán. Sajnos a kísértő sok ezer év tapasztalattal rendelkezik ezen a téren. És ismeri a gyengéinket. Tudja a mi gyenge pontjainkat, hogy mely területeken vagyunk támadhatóak. És ezért van szükségünk az Isten minden fegyverzetére, hogy magunkra öltsük,
de különösen a lélek kardjára, ami az Isten ígéje, ahhoz, hogy visszaverhessük a sátának minden támadását. Isten ígéje olyan, mint egy kétélű fegyver, ahogy a zsidókhoz írt levélben olvassuk. De ha nem becsüljük meg, ha nem tanulunk meg megfelelően bánni vele, akkor ez a fegyver ellenünk is fordulhat. És bennünk okozhat kárt. A múlt alkalommal a Szentírásnak az ihletettségéről és autoritásáról beszéltünk, most pedig a Szentírásnak a tévedhetetlenségéről és hibátlanságáról szeretnék szólni. Minden olyan vita, ami a Szentírás természetéről szól, magába foglalja az ihletettség kérdését is, és nyilván szembesülnie kell a Szentírás tévedhetetlensége és csalhatatlanság vagy hibátlansága kérdésével. Az egyház történelem során a hagyományos nézet az volt, hogy a Biblia tévedhetetlen, vagyis mentes a tévedésektől. Azonban a 19. és 20. században az úgynevezett magas fokú kritika térhódításával nem csak a Biblia ihletettségét, hanem a tévedhetetlenségét is megkérdőjelezték. És a Szentírás széles körű támadás alá került, beleértve a tévedhetetlenség fogalmát is, ami szintén éles bírálat alá került. Egyes kritikusok szerint, liberálisok szerint, a tévedhetetlenségnek a tana, ez a protestánsok alkotása a 17. században, amelyet némelyek a protestáns skolasztika korának neveznek, ami megfelel a világi filozófiák úgynevezett ész korszakának. Ezek a kritikusok azt állítják, hogy a tévedhetetlenség, mint racionális konstrukció, idegen volt a bibliai íróktól, de még a nagy, magisztrális 16. századi reformátoroktól is. Ezt állítják ezek az emberek, nyilván hamisan. Mert ezzel ellentétben, hogyha a reformátorok írásait olvassuk, azok egyértelműen kijelentik, hogy a Szentírás tévedhetetlen, tévedés nélküli. És hasonlóan tették ezt az egyházatják is. Ugye az apostolok kora utáni élő keresztény írók, mint például Tertullianus vagy Ireneus az ő írásaikban, de különösen Augustinus Ágoston írásaiban megtalálható, amikor ezt hangsúlyozzák a Szentírásról, hogy tévedetlen. De még ennél is fontosabb az, hogy a Biblia jelenti ki önmagáról, hogy tévedetlen. Biblia jelenti ki önmagáról az isteni eredetét, és számunkra ez a legjelentősebb dolog, amit a Biblia állít önmagáról. Mégpedig az, hogy Isten ihletése által jött létre. A teljes írás Istentől ihletett. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak Istennek szent emberei. És igen, biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virad és hajnal csillag kél fel szívetekben. Olvassuk a 2 Timóteus 3.16, 2 Péter 1.21.19-ben. Tehát nézzük tehát, és próbáljuk meghatározni ezeket a fogalmakat, hogy jobban megértsük, hogy miről is van szó. A történelem folyamán a keresztény egyház egyedül a Bibliát, a Szentírást tartotta tévedhetetlennek. Az összes irodalmi, írott irodalmi mű közül, mivel a Biblia az, aki egyedülálló tulajdonságokkal rendelkezik. A tévedhetetlen szót úgy lehet meghatározni, mint valami, ami mentes a tévedéstől, ami képtelen a tévedésre. Tehát nyelvészeti szempontból a tévedhetetlen kifejezés magasabb rendű, mint a hibátlan kifejezés. Az angol nyelvben különösen két szót használnak erre, infallibility és inerency, vagy románul infallibil és inerant. Nem inerent, mert az mozdulatlan, hanem inerant. Most, hogyha internetre beírjátok és fordítókban keresitek, mind a két szót tévedetlennek fordítják, de
Én úgy fordítottam az egyiket, hogy téveletlen, a másikat, hogy hibátlan. Tehát ez úgy körülbelül megközelíti ezeknek a szavaknak az értelmét. A téveletlen tehát azt jelenti, hogy nem képes hibázni, nem esik tévedésbe. A hibátlan ezzel ellentétben azt jelenti, hogy még ha tévedhetne is, de nem teszi meg. Tehát nem téved, nincs benne hiba. De hogy érthetőbb legyen ez a különbség, hadd szemléltessem ezt egy illusztrációval. Vegyük például, hogy van egy diák, aki megold egy 20 kérdésből álló tesztet, vizsgát. Vizsgázik, és 20 kérdést kap, és mindegyikre helyesen válaszol. Tehát átmegy a teszten, hibátlanul vizsgázik. Mégis az ő hibátlansága korlátolt. És nem teszi őt tévedhetetlenné. Mert a későbbi teszteken elkövetett hibái ezt bizonyítják, ezt igazolják, hogy nem tévedhetetlen. Azon a teszten nem hibázott. Azon hibátlanul teljesített. És ezt azért fontos megértenünk, írja Erszi Sproul, aki több ilyen vitában vett részt, tehát jobban ismeri a helyzetet, mint én, és ezért tőle inspirálódtam. Azért fontos megértenünk ezt a különbséget a kifejezések között, mert az ihletettség kérdésében a legtöbb vita e két kifejezés félreértéséből származik, vagy főleg ezeknek az alkalmazási területükre vonatkozólag. És hogy szemléltessem ezt a különbözőséget, és hogy mennyire félrevezethető tud lenni a fogalmazásokban, figyeljük meg a különbséget két kijelentés között, tehát két kijelentést fogok tenni, és figyeltek a különbözőségre. Az egyik így szól, hogy a Biblia a hit és a gyakorlat egyetlen tévedhetetlen szabálya. Ismétlem, a Biblia a hit és a gyakorlat egyetlen tévedhetetlen szabálya. És a második, a Biblia csak akkor tévedhetetlen, amikor a hitről és a gyakorlatról beszél. A Biblia csak akkor tévedhetetlen, amikor a hitről és a gyakorlatról beszél. Tehát figyeltük? A két állítás hasonlóan hangzik, de gyökeresen különböznek. Az első állításban a tévedetlen kifejezés a Szentírás teszi az egyetlen tévedetlen tekintélyé. Más szóval a Szentírás a hitünk szabálya, ami mindarra vonatkozik, amit hiszünk, és szabálya a gyakorlatunknak is, tehát mindarra vonatkozik, amit teszünk, amit cselekszünk az életben. A másik jelentésben viszont ugyanazok a szavak vannak, de teljesen megváltoztatták a szavaknak az irányultságát. Itt a tévedetlen szó csak a Bibliának egy bizonyos részére korlátozódik, azt mondván, hogy csak abban tévedetlen a Szentírás, a Biblia, amit a hitről és a gyakorlatról kijelent. Tehát ezt nevezik korlátozott tévedetlenségnek. Ami manapság sajnos a legnépszerűbb szemléletmódja a Bibliának. Nagyobb körökbe. A hit és a gyakorlat kifejezések magukba foglalják a keresztény élet egészét, teljességét. De a második kijelentésben a hit és a gyakorlat csak a Szentírás tanításának egy bizonyos részére vonatkozik. Kihagyva azt, amit a Biblia például a történelemről mond, vagy a tudományokról, vagy a kulturális kérdésekről. Más szóval leredukálják a Biblia autoritását csupán a vallásos hitre. És hogyha valaki nem vallásos, akkor annak nem számít a Biblia. Értjük? Vagyis azt mondják, hogy a Biblia csak a vallásos hit kérdéseiben mérvadó, de amikor másról beszél, a Biblia tanítása tévedhetőnek tekinthető. Vagyis nem megbízható. Nem lehet rá építeni. Ezt vallják ezek az emberek. Tehát értitek ezt a kiforgatást? Tudom, hogy megerőltető,
figyelést igényel ezeknek az igazságoknak a megértése, mert minden, de nagyon fontos ezt megértenünk, mert minden eretnekség egy ilyen kis eltéréssel kezdődik, és aztán végül szörnyűségekbe jut. Bizonyos körökben divatosan vált azt állítani, hogy a Biblia nem egy valós történelmi beszámoló, hanem csupán a megváltás történelméről szól, vagy történetéről, és a megváltás szóra teszik a hangsúlyt. Ebből aztán olyan elméletek születtek, amelyek az ihletettséget csak a megváltás témájára korlátozzák. Helyet adva annak, hogy az íge történelmi kijelentéseit olyannak tekintsék, mint ami tévedéseknek vannak kitéve, vagyis nem megbízhatók. Azonban az a tény, hogy a Biblia nem úgy íródott, mint általában a történelmi könyvek írottak, ez egyáltalán nem cáfolja meg a Bibliának a történelmi leírásai, amelyekkel ugyanis tele van a Szentírás. Még ha igaz is, hogy a Biblia valóban a megváltás történetét tárja elénk, de ez egyben történelem is. Ami azt jelenti, hogy az Isten által véghez vitt megváltó cselekedetek valóban, valóságosan megtörténtek. Megtörténtek a térben és az időben. Tehát történelmi tények. Vagy ha úgy tetszik, a tér és idő világában történtek ezek a dolgok. És amik pontosan leírattak. Ugye, ahogy korábban hallottuk Lukácsról, hogy alaposan utána nézett. Hogy mindazt, amit leírt, az megfeleljen a valóságnak. Vagy hallottunk ugye a József és a Bírák könyvéről, nem tudjuk konkrétan ki írta. De az, aki leírta, az pontos információkat közölt. Tehát ami a tudományos kérdéseket illeti, az azt vallani, hogy a tudományosnak nevezett hipotézisek a Föld történetével kapcsolatosan, hogy ezek felhasználhatók a Szentírás tanításának a megdöntésére, megcáfolására, ez újra csak azt az elképzelést akarja alátámasztani, hogy a Biblia csak a lelki értékek és a megváltás témájában nyilatkozik tekintéllyel, vagy fogadható el a tekintéllyel. Pedig a Bibliának igenis van mondani valója, a Föld eredetéről, hogy jött létre ez a mindenség, vagy az ember megjelenéséről, és olyan tudományos jelentőségű kérdésekről is, mint például az özönvíznek a kérdése, honnan származnak a fosziliák. Úgyhogy volt egy özönvíz. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez nem azt jelenti, hogy a tudományos hipotézisek és kutatások haszontalanok lennének, a Biblia tanulmányozása szempontjából. Vagy nem járulnának hozzá ahhoz, hogy a Biblia kijelentéseit esetleg még jobban megértsük. Esetenként igen. Mi csak azt mondjuk, hogy a Szentírás tanítása nem dönthető meg külső forrásból származó tanításokkal vagy elméletekkel. Tehát értjük? Lehet, hogy segítenek. Lehet, hogy nem. De nem döntik meg. A Szentírásnak akkor is igaza van. Még hogyha néha úgy tűnik, hogy némely tudományosnak mondott elmélet cáfolná a Szentírást. Nem cáfolja. Várjuk ki. A tudomány változik. És előbb-utóbb bebizonyosodik, hogy a Szentírásnak van igaza. Továbbiakban hadd beszéljünk a Szentírásnak az emberi tulajdonságairól, vagy a tévedés lehetőségéről. Az egy dolog, hogy Isten tévedetlenséggel ruházta fel az írásokat. És egészen más dolog az, hogy mennyire terjedt ki a szentíróknak a tudása, hogy minden tudok lettek volna azok, akik írták a Szentírást?
fontos, hogy a mindentudást és a tévedetlenséget gondosan megkülönböztessük. Bár Istenben ezek együtt találhatók meg, a mindentudás és a tökéletesség, a tévedetlenség. De más az ember, más ez az ember esetében, másként van ez. Más a helyzet, igen. A minden tudás az ember tudásának a terjedelmére utal, ugye? Míg a tévedetlenség a kijelentéseknek a megbízhatóságára. Valaki, aki bizonyos ismerettel rendelkezik, tehet hamis kijelentéseket, ha például az a szándéka, hogy másokat félrevezessen. Lehet, hogy nagy tudással rendelkezik, és mégis, amit mond, az nem biztos, hogy megfelel a valóságnak. És lehet valaki, aki sokkal kevesebbet tud, korlátozott tudással rendelkezik, és mégis tehet tévedetlen kijelentést. Amik felül teljes bizonyosságunk lehet, hogy azok megbízhatóak. Így tehát azt mondjuk, hogy bár a bibliai írások ihletettek, de ez nem azt jelenti, hogy az írók mindent tudtak, amit tudni lehetett volna, vagy hogy tévedhetetlenek voltak önmagukban. Nem. Az általuk közölt tudás nem volt egy mindent átfogó ismeret, vagy mindenre kiterjedő, hanem igaz volt, és megbízható minden szempontból. Tehát értjük a különbséget? A Biblia tévedhetetlenségének az ellenzői, mint például Karl Barth, azzal érveltek, hogy egy ilyen álláspont, hogy a tévedhetetlenség isteni tulajdonságával felruházni a bibliai írókat, ez megsemmisíti az íróknak a valódi emberi mi voltát. Mert Barth Károly számára az egy alapvető emberi tulajdonság, ami az emberi mi voltunkhoz tartozik, hogy hajlamosak vagyunk a tévedésre. És ez bizonyos fokig igaz, hogy hajlamosak vagyunk a tévedésre. Ezért szerinte a Biblia is, mint emberi szerzők alkotása, ki van téve a tévedéseknek. Mert hogy az ember hajlamos a tévedésre. Tehát értjük? Ezt képviselte az a Barth Károly, aki nagyon nagy hatással volt, és van mai napig a magyar református teológusokra, lelkészekre, hiszen az ő elméletei tanítják úgy a kolozsvári teológián, mint néhány más magyar református teológián, meg persze Németországban is, ahogy onnan származik. Igen. Bizonyára ismeritek azt a klasszikus latin mondást, hogy rare humanum est. Tanultatok latinul, azt biztos emlékeztek még. Vagyis tévedni emberi dolog. És azt mondjuk, hogy hát, bár ez igaz, ebből azonban nem következik az, hogy az emberek mindig tévednek, vagy hogy a tévedés az szükséges ahhoz, hogy valaki ember legyen. Értjük? Mert ha ez lenne a helyzet, akkor szükségszerű lenne azt állítanunk, hogy Ádám még mielőtt bűnbe esett volna, már tévedett és tévedéseket követett el, mert különben nem lehetett volna ember. Értjük? Vagy ugye az Úr Jézusról azt mondja a Szentírás, hogy teljes emberé lett, hozzánk hasonlóvá emberé lett. Valóságos emberé, de akkor azt is jelenti Barth Károly véleménye szerint, hogy akkor tévednie kellett az Úr Jézusnak is, és hibákat kellett volna elkövetnie ahhoz, hogy emberi legyen. Pedig tudjuk róla, hogy benne nem volt bűn, soha nem követett el semmilyen hibát. Tehát nyilvánvaló, hogy nem ez a helyzet. Az illetettség kérdésétől eltekintve sem szükségszerű, hogy az ember tévedjen ahhoz, hogy ember legyen. Persze, tévedhet, de nem szükségszerű, hogy tévedjen. Ha tehát
egy nem ihletett ember számára is lehetséges, hogy igazat mondjon, hogy tévedés nélkül beszéljen, hogy hibátlan információt közöljön, akkor mennyivel inkább igaz lehet ez egy olyan ember esetében, akit Isten lelke inspirál, Isten lelke szól általa, vagyis az ihletés alatt áll. Igen, a végességünkkel vele jár a tudásunknak a korlátozottsága, de nem jár vele szükségszerűen a tudásunknak a torzulása. Hogy akkor mi mindent rosszul tudunk. Akkor ugye, amiről a korábbi beszélgetésben is szó volt, hogy akkor nem lehetne meggyőződéseink. Akkor tényleg igaz lenne az a mondás, hogy az a biztos, hogy semmi sem biztos. De ez nem igaz. Mondani szokták, de nem állja meg a helyét. Tehát a bibliai szövegek megbízhatósága nem tagadható az embernek a végességével. Ezért majd hallani fogjátok, ha eddig még nem hangzott el az Istenről szóló tan kapcsán is, hogy Isten teljességében felfoghatatlan számunkra, de szerezhetünk felőle egy igaz Isten ismeretet. Felfoghatatlan, mivel hogy a mi felfogó képességünk korlátozott. Korlátozott lények vagyunk. Korlátozott az ismeretünk. Viszont képesek vagyunk az igaz ismeret elsajátítására, amennyiben ezt Isten kijelentette önmagáról. Tehát annyiban rendelkezhetünk egy helyes ismerettel, de nem egy teljesen átfogó ismerettel, mert Isten felfoghatatlan számunkra. Isten több, mint mi vagyunk. Na de folytassuk a Szentírás téveletlenségét, tekintélyét. Végül, de nem utolsó sorban, hadd beszéljünk Krisztusnak a tekintélyéről, a Krisztus autoritásáról. És mindjárt látni fogjuk, hogy ez miért fontos. Mert a Biblia tekintélyének a kérdése végső soron Krisztus tekintélyén múlik. Krisztus hitelessége. Sok évvel ezelőtt a Ligonier Ministry tartott egy konferenciát a Szentírás tekintélye témájában. És sok hittudós meg teológus gyűlt össze a világ minden tájáról, hogy megvitassák a Szentírás tévedetlenségének a kérdését. És anélkül, hogy ezek az emberek összebeszéltek volna, kivétel nélkül, írja R.C. Sproul, minden jelenlévő teológus és hittudós krisztológiai szempontból vizsgálta ezt a témát. Tehát Krisztusból indultak ki. Mi volt az Úr Jézus véleménye a Szentírásról? Mit mondott Krisztus az ígéről? És azoknak a teológusoknak az volt a vágya, hogy egy olyan nézetet alkossanak a Szentírásról, amely az Úr Jézus nézetét tükrözi a Bibliáról. És az Úr Jézus nézetét a Bibliáról hogyan ismerhetjük meg? Hát úgy, hogy olvassuk a Bibliát. Tanulmányozzuk a Bibliát. Tudom, hogy ez körkörös érvelésnek tűnhet, de ez a valóság. Hogy a Bibliából tudjuk meg, hogy mit tanított az Úr Jézus a Biblia tévedetlenségéről. Sőt, még a kritikusok között is egyetértés van afelől, hogy a történelmi hitelesség tekintetében a Szentírás legkevésbé vitatott részei azok, amelyek az Úr Jézusnak a Szentírásról tett kijelentéseit tartalmazzák. Tehát, hogy ezeket nem vitatják, még a legdurvább kritikusok sem, hogy ezek igazak, ezek helytállnak. Nincs egyetlen komoly vita sem a teológusok között, ami az Úr Jézusnak a Bibliáról alkotott nézeteit illetné, hogy ezt elvitatnák tőle. A teológusok és hittudósok bármely csoportból legyenek is, liberálisok vagy konzervatívak, egyaránt egyetértenek abban, hogy a történelmi názáreti Jézus
egy magasztos nézetet, hitt és tanított a Szentírásról, ami az első századi judaizmusban egy általános nézet volt. Nevezetesen az, hogy a Szentírás nem más, mint Isten ihletett szava, Isten kijelentett ígéje. És Jézusnak a nézete, az Úr Jézus nézete a Szentírásról egyértelműen kiderül, például az evangéliumokból, csak néhány ígét hadd idézzek, például a Máté 18-ban azt mondja, bizony mondom nektek, hogy míg az ég és a föld el nem múlik, a törvényből egyetlen jóta vagy pontocska sem vész el, míg be nem teljesedik. Tehát, hogy mindez helytáll, megállja a helyét. Vagy János 10.35-ben azt mondja, hogy az írás fel nem bontható. Régi Károlyi fordításban, revidált fordítás azt mondja, az írás nem lehet semmibe venni. Nem lehet mellőzni, hogy ez nem így van. De ez így van. Vagy idéztem korábban a János 17.17-ből, akkor azt mondja az Úr is, hogy a te ígéd igazság. A te ígéd igazság. És ezen kívül még ugye az Úr is kijelentéseiben nagyon gyakran támaszkodott az Ószövetségre, egyszerűen hivatkozva arra, hogy meg van írva. Mert meg van írva. És ezzel megoldott minden teológiai vitát. Ezen nincs mit vitatkozni. Isten kijelentette, megíratott, ez így van. Kevés olyan teológus létezik, aki egyáltalán, ha van ilyen, megkérdőjelezni azt a nézetet, amit a názareti Jézus tanított, és amit az egyház 2000 éve terjeszt, illetve tanít a Szentírás ihletettségét, vagy tévedetlenségét illetően. Mégis, ugyanezen teológusok közül sokan, ha egyáltalán lehet ezeket teológusoknak nevezni, fordulnak egyet, és azt mondják, hogy Jézus mégis tévedett a Szentírásról alkotott nézeteiben. Tehát azt elismerik, hogy mit vallott Jézus a Szentírásról, de azt mondják, hogy tévedett. Nem helyesen vallotta. És bizonyára csodálkoznunk kell az ilyen arrogáns kijelentéseken, mert hogy valójában azok. Főleg, amikor ezek olyan teológusoktól származnak, akik amúgy magukat keresztényeknek tartják. Ugye a keresztény elismeri, hogy Jézus az Úr, ő az autoritás. És megkérdőjelezik Jézusnak a kijelentései. Vagy igaz voltát. És azzal érvelik meg az állításukat, hogy Jézus befolyásolta a Szentírásról alkotott, uralkodó nézet, amelyet a korabeli zsidók közössége vallott, és amit Jézus az ő emberi természeténél fogva nem ismert fel. Vagyis, hogy hibát követett el ezáltal. És nyilván sietnek rámutatni arra, hogy Jézus emberi testben lévén voltak dolgok, amiket ő se tudott teljességgel, vagy ő se tudott annak ellenére, hogy isteni természete volt, és isteni természetében minden tudó volt, mégis az ő emberi természetében nem tudott mindent, és utalnak például a Máté 24.36-ra, amikor az ő visszatérésének, újra eljövetelének a napjájáról és órájáról érdeklődnek a tanítványok, és azt mondja nekik az Úr, és azt válaszolja, hogy arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. És véleményük szerint, ezen emberek véleménye szerint, ezzel a kijelentésével Jézus saját tudásának a határait fejezte ki. Hogy? Tehát azt, igen, hoznak, keresnek még ilyen példákat. Tehát azt állítják az ős kritikusai, azzal vádolva Jézust, hogy egy hamis képet adott nekünk a Szentírásról. Most nyilván erre válaszol a biblikus teológusok, akik tehát hiszünk Jézusnak az Úr voltába, azt mondják, hogy bár Jézus emberi természete nem rendelkezett a minden tudás tulajdonságával, de nem is volt ez szükséges ahhoz, hogy minden tudjon, ahhoz, hogy megváltunk legyen. Az ő isteni természete rendelkezett a minden tudással,
Az emberi természete nem. De a két természetét nem lehet se külön választani, se összekeverni. Tehát, hogy Jézus miközben ember volt, bármikor élhetett az ő isteni természetével. Visszaszorította mi érettünk azért, hogy megváltunk lehessen. De attól függetlenül nem tévedett. Tehát emberként nem, attól, hogy emberként nem tudott mindent, mivel egy időben Isten is volt, ezért nem követett el hibát, nem tévedett semmiben. De a mélyebb kérdés nem is a mindentudás itt, hanem Krisztusnak a tisztasága, a bűntelensége. Mert gondoljuk csak el, milyen dolog lett volna az, hogyha Krisztus, aki azt állítja magáról, hogy semmi más nem tanít, mint amit Istentől, az Atyától kapott, mégis téves információkat közölt volna. Tehát akkor az Atyától téves információt kapott? Lehetetlen. Értjük? Szentírásnak van egy etikája a tanítással kapcsolatban. Ezért figyelmeztet Isten ígye, hogy ne legyünk sokan tanítók, mert szigorúbb lesz a megítélésünk. Jakab 3.1. Nekem, mint tanítónak, mint ige hirdetőnek van egy erkölcsi felelősségem, hogy ne közvetítsek soha bizonytalan információkat, vagy hamis információkat. Ne hazudjak a hallgatóságnak. Például, hogyha, és majd lesz kérdésekre is idő remélhetőleg, feltesztek kérdést, ha nem tudom a választ, akkor az a kötelességem, hogy elmondjam, hogy nem tudom. És nem az, hogy körtönfalazzak, és kerülgessem, hogy takargassam a tudatlanságomat, mert nem tudok mindent. Ez a valóság. Vagy ha egy kérdésben bizonytalan vagyok, és csak sejtem, hogy mi a helyes válasz, akkor ezt is el kell mondanom, hogy ez az én gondolatom, én így látom, de lehet, hogy másképp lesz. Mint ahogy annak idején Gary Cohen bácsi tanította nekünk a jelenések könyvét, hogy vannak némelyek, azt mondják, hogy ez így lesz. És lehet, hogy nekik lesz igazuk. Másik jön és azt mondja, hogy ez úgy lesz, és lehet, hogy neki lesz igaza. Én pedig azt mondom, hogy ez így lesz, és lehet, hogy nekem lesz igaza. Tehát az értelmezésben van hely. Helye annak, hogy... Igen. Tehát az értelmezésben van hely a bizonytalanságnak, de az írott ígében nincs. Tehát az írott íge az adott számunkra, és ahhoz kell ragaszkodnunk. Az értelmezést azt vitathatjuk, hogy most kinek van nagyobb igaza. Tehát ez azért is fontos, ugye, mert mindazt, amit mondunk, amit képviselünk, azzal befolyásolunk sokakat. És aki itt áll, az sokkal többeket befolyásol, mint aki ott ül. Hallgattam a múlt alkalmi elhangzó előadásokat, és valaki ismételgette itt a mainstream média egyoldalú propagandáját, amit én nem tartok helyesnek. Tehát vigyázzunk, hogy milyen forrásból informálódunk, és főleg, hogy mit hogyan közvetítünk, mert hogy ezzel sokakat befolyásolhatunk. Elég, hogyha a média rossz irányba akar befolyásolni, ne tegyük ezt mi is. Mert minden hiába való beszédért majd számot kell egyszer adnunk. Úgyhogy gondoljuk meg jól a szavainkat. Na de térjünk ide vissza. Ugye tudjuk, hogy a történelem folyamán egyetlen igehirdetőnek és tanítónak sem volt nagyobb befolyása és tekintélye, mint a názareti Jézusnak. És ha ő azt mondta az embereknek, hogy róla írt Mózes, azt mondta, hogy Ábrahám örült, hogy meglátta az ő napját, hogy az ige igazság, és nem múlik el beteljesületlenül, azt mondta, hogy a Szentírás igaz minden tekintetben. És Jézus mégis tévedett volna, akkor nyilván vádolható lenne ezért. Felelősségre vonható lenne azért, hogy a saját bizonságának határt szabott, amely határt megtörte volna valóság, hogyha megtörte, ahogy állítják némely kritikusai. Ha az Úr Jézus tévedett volna egy olyan döntő fontosságú tanításban, mint a Biblia tekintélye,
akkor nem tudom elképzelni, hogy miként tudnánk továbbra is komolyan venni őt, bármilyen más tanítás terén. Értjük? Értjük, testvéreim, miért fontos ragaszkodnunk az ige tévedhetetlenségéhez? Mert ha egy kicsit is engedünk, ha egy kicsi bizonytalanságnak is helyet adunk, akkor nincsen többé határ annak, hogy akkor egyáltalán bármit is elhiggyünk. Vagy nincsen létjogosultsága annak, hogy bármit is elhiggyünk a Szentírásból. Tehát akkor valahogy úgy van, mint amit Szabi idézett korábban, hogyha nem imádkozom, menj ki. Tehát, hogyha nem hiszed el a Szentírás teljességében, akkor ne is védd kézbe. Akkor éld az életedet, ahogy akarod, de tudd meg, hogy a végén Isten számon kér. Mind ahogy befejezi a Prédikátor könyve is, ugye, hogy éld az életedet nyugodtan. De tudd meg, hogy egykor mindazért számot kell majd adnod. Mert van valóság, van igazság, és Isten kijelentette. És megvan a te felelősséged, hogy akarod ezt komolyan venni. Vagy inkább keresed a kifogásokat, és hallgatsz mindenféle tévtanítóra, mindenféle akadékoskodó emberre, aki le akarja rázni magáról az Isten autoritását, és ezért keresik a kibúvókat, és ezért keresik a kákán a csomót és a hibát a Bibliába, holott a Szentírás bennünk talál hibát. De nem akarunk megalázkodni, és ezért mi keressük a hibát a Bibliában, holott nincs. Nincs. Azt mondja az Úr Jézus a János 3.12-ben, ha földiekről szóltam nektek, és nem hisztek, hogyan hinnétek, ha mennyei dolgokra szólnék? Mégis vannak teológusoknak egy csoportja, akik azt mondják, hogy Jézusnak igaza volt a mennyei dolgok kapcsán, de a földi dolgokban tévedett. Már elnézést, hogy ezekkel az aberrációkkal fárasztalak, de a kontrasztban látjuk meg legjobban a valóságot, ugye. Tehát sajnos sok ilyen ember van. Túl sok ahhoz, hogy ne vegyük őket komolyan. És ezek közül sokan tanítanak különböző egyházakban, teológiákon. Mivel azonban a Szentírás elég sok megbízható történelmi információt ad nekünk, arra a következtetésre jutunk. Jézus valójában proféta volt, Isten fia, és mivel ő maga mondja, hogy ezeknek az információknak a forrása abszolút megbízhatók, ezért a mi érvelésünk nem egy körkörös érvelés, hanem valójában egy progresszív érvelés, hogy egyre többet megértünk. Minél közelebb kerülünk a világossághoz, annál jobban látunk, annál tisztább lesz a mi látásunk. Tehát elindultunk a történelmi nyitottságtól, a kritikán át, a történelmi megbízhatóságig, Jézus tanításának a történelmi ismeretére, ahonnan eljutottunk végül az Úr Jézus konkrét tanításához, amely azt mondja nekünk, hogy ez a forrás, ez nem csak valamennyire megbízható, hanem abszolút módon megbízható. Abszolút módon. Mert ez nem más, mint Isten ígéje. Ez a mindenható szent és igazságos Istennek a kijelentése, aki felül vigyázta, hogy mindaz, ami leíratott, az megfeleljen az ő akaratának. Embereket használt fel, tévedésekre hajlamos embereket, de Isten megőrizte, hogy mindaz, ami leíratott, az tévedetlen legyen. Amikor azt mondjuk, hogy a Biblia a hit és a gyakorlat egyetlen szabálya, akkor ezt azért tesszük, mert hisszük, hogy ezt a szabályt az Úr adta. Ő bízta ránk. Ő jelentette ki számunkra. Ezért mondjuk, hogy a Biblia tévedetlen, a Biblia hibátlan. És nyilván, amit már az elején is említettem, a két kifejezés közül a hibátlan a kevésbé fontos, mivel a tévedetlenség ezt magába foglalja. Tehát, hogyha tévedetlen, akkor nem hibázhat. Ha valami nem tévedhet, akkor nem is hibázik, nem csalhat meg, nem vezet félre. Ahhoz, hogy átlépjük, áthidaljuk a kritika próbáját, az az egyetlen feladatunk, hogy legyünk hűek az ígéhez. És legyünk következetesek a Biblia önmagáról való állításaihoz. Ragaszkodjunk ezekhez. És ha úgy határozzuk meg az igazságot,
hogy ahogy azt az új szövetség teszi, akkor nincs egyetlen igaz érv sem, ami megkérdőjelezni, vagy jogosan vitathatóvá tenni a Biblia tévedetlenségét, a Biblia hibátlanságát. Testvéreim, a Biblia Isten igéje. És mivel Isten nem hibázhat, és nem tévedhet, akkor egyértelmű, hogy nem is hibázik, és nem is téved. Pár szavaival hadd fejezzem be a második Timoteushoz írt levélből, 3. fejezet 14. versétől. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amikről meggyőződtél, tudva, kitől tanultad, mivel hogy gyermekségettől fogva ismered a szent írásokat, amelyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre. A Krisztus Jézusban való hitáltal a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen, minden jó cselekedetre felkészített Isten embere. Kérlek azért, az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára nézve, hirdesd az ígét. Állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben. Incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, szenvedj, végezz az evangélista munkáját, szolgálatodat teljesen betöltsd. Imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk téged, hálát adunk, hogy szólsz hozzánk, hogy tanítasz. Köszönjük, hogy adtad a te ígédet, Úram, ad, hogy meggyőződjünk mindezek felől, és ad, hogy szilárdak tudjunk lenni a mi meggyőződéseinkből, mindabban, ami helyes. Ha pedig valamit helytelenül értünk, kérünk, Urunk, hogy te adj több világosságot, hogy még jobban megérthessük. Kérünk, hogy így áld meg további együttlétünket, elmélkedésünket, beszélgetésünket. Add, Uram, hogy a valóságban tudjunk elmélyülni, és lelepleződjön bennünk minden hamisság, minden téves tudás, információ. Kérünk ad, hogy tudjuk kiküszöbölni a megtéveítőnek a munkáit, és ad, hogy győzelmesen tudjunk harcolni ellene. Kérünk, hogy így könyörülj rajtunk a te nagy nevedért. Amen. Amen.